Sziasztok, kedves nézők, kedves feliratkozók! Ez itt még mindig a Délvilága, de most nem otthonról jelentkezem, hanem itt vagyok Keszthelyen, a Mindenki Magyarországa Mozgalom irodájában. És miért vagyok itt? Mert mindjárt jön Márki-Zay Péter, és vele fogok interjút készíteni, bizony. És amíg ide ér, addig iratkozzatok fel nagyon gyorsan a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, meg a lájkot, meg minden kutyafülét. Itt van velünk Márki-Zay Péter, szeretettel köszöntelek. Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Szervusz, Dávid. Szia. Rögtön bele is csapok, mert kevés az időnk. Sajnos igen. Lesz vita Orbán Viktorral? Én nagyon remélem, hogy lesz. Akkor, hogyha akkora nyomás lesz Orbán Viktoron, hogy nem tudja kikerülni, akkor lesz. Le tudod nyomni, szerinted? Egészen biztosan, de nem azért, mert Orbán Viktor le lenne egy egyébként rutinos vitázó, és ne lenne természetesen okos ember, hanem azért, mert Orbán Viktor hazudik. És egy ilyen vitában ezt nagyon könnyű bebizonyítani. Tényekkel. Jelentkezett valaki már az 5 millió forintért? Vagy a... Nem jelentkezett senki, de nem is fog. Ugyanis csak a fideszes propaganda állítja, hogy ilyeneket mondtam volna. Természetesen tudom, hogy sosem mondtam ilyeneket. Soha nem terveztünk bezárni sürgősségi osztályokat, szülészeteket, megszüntetni 13. havi nyugdíjat, Indiába küldeni magyar pácienseket, tehát ezeket a csacsiságokat csak a Fidesz média hazudja. Azért hazudnak, hogy tovább lophassanak. Békesi László azt mondta, hogy le kéne cserélni Márki-Zay Pétert, illetve meg kéne tőle szabadulni az ellenzéknek. Erről mi a véleményed? Nagyon sokan mások is ezt mondták, ezek az emberek nem akarják Orbán Viktort legyőzni. Hogyha esetleg az ellenzékben felmerülne, az komolyan, hogy megpucsol, hogy a Puzsér azt mondta, hogy téged meg kell pucsolni, a megyesít nem kellett, de téged igen, akkor ez ellen hogy lehet védekezni, mit lehet tenni? Hát nézd, én azt gondolom, hogy most ugye mikorról beszélünk megpucsolásnál, tehát most, hogyha a hat párt bárki mást jelöltet talán a választás előtt, akkor garantáltan elbukják a választást. Egyébként is iszonyatosan nehéz Orbán Viktort legyőzni, egy ilyen botránnyal meg lehetetlen. Mi azt is tudjuk, hogy ha a baloldali jelöltek győztek volna az előválasztáson, ők nem tudták volna Orbán Viktort legyőzni. Tudjuk, hogy most az én jelöltségemmel olyan embereket is meg tudunk szólítani, akik akár fiatal, lelkes, eddig a pártokat nem támogató emberek, akár korábban Fideszre szavazó, azóta bizonytalan emberek, akiket egy baloldali jelölt nem tudott volna megszólítani. A hat párt és mi civilek együtt le tudjuk győzni Orbán Viktort, most van erre esély. Ez nem azt jelenti, hogy 50%-nál nagyobb az esély, de most 12 év óta először igazi esély van. A második kérdés az, hogy ha valaki meg akar pucsolni, azt majd a választás után, ha megnyertük a választást, akkor is megteheti, hiszen majd választani kell. A kérdés az, hogy ha ebben az esetben nyilván megnyertük a választást, ha megnyertük a választást, akkor a pártok melyike az, amelyik fölvállalja azt, hogy, és egyáltalán ugye ahhoz, hogy nagyjából mindegyik párt kellene, tehát mind a hat pártnak kellene találni valaki más miniszterelnököt, miniszterelnök jelöltet. Ennek a lehetősége technikailag fönnáll, de őszintén szóval ennek a valószínűsége azért nem olyan nagy. Tehát itt ugye leginkább Gyurcsány Ferencet szokták emlegetni, mint aki érdekelt lehet abban, hogy valaki más legyen az ellenzék vezetője, miközben Gyurcsány Ferenc egyébként többször kijelentette, hogy csak velem lehet győzni és nélkülem nem. De hogyha bárki amiatt aggódna, a Fidesz szokott emiatt aggódni, mert Gyurcsány dönti el, hogy kit nevez ki, és ki nevez egyáltalán, és a többi, azért azt tudni kell, hogy hat párt lesz, a Gyurcsány párt, ugye a DK, az legfeljebb az ellenzéki mandátumoknak a mondjuk negyedét fogja birtokolni, plusz-minusz 1-2%-ot, tehát nem gondolom, hogy ők egyedül ebbe dönthetnek, hogy a hat párt, ha talál nálam jobb miniszterelnököt abban az esetben, valószínűleg én is támogatni fogom. Lehet egy olyan ellenzékkel nyerni, amelyik nem akar nyerni? Ez egy óriási probléma, és én csak azt gondolom, csak akkor lehet nyerni, hogyha az ellenzék nyerni akar. Azt kell eldönteni mindenkinek, hogy le akarja győzni Orbán Viktort, vagy nem akarja legyőzni Orbán Viktort. Akkor ezek szerint te is tapasztaltad ezt az ellenzéken belül, hogy nem mindegyik párt úgy gondolkodik, hogy a győzelem a legfontosabb, hanem hogy mi legyünk a kihívók, akár a végtelenségig. Ilyen is van, illetve van, aki egy ellenzéki szerepet sokkal kényelmesebbnek talál, mint egy kormánypárti szerepet. Én azt gondolom, hogy az a 106 jelölt, aki előválasztáson győzött, én még nem láttam közülük egyet se, aki nem akarna nyerni. Úgyhogy ez a jó hír. És én is akarok nyerni. Hát a Fidesznek van ugye egy homofób kampánya, mert elég régóta tart, egy időre leállt, köszönhetően talán neked, de most újra kezdték. Még nem kezdték újra, azért azt szeretném hangsúlyozni. Hát ez lesz a fő irány állítólag. Ez csak ez azért van, mert ők mindenképpen szeretnének egy ilyen népszavazási kezdeményezést is, de őszintén szólva most
Három miniszterről van folyamatban, éppen olyan, hát ugye mint bejelentés alapján én azt mondom, amivel az Ördögügyvédje blog fenyegeti most a kormányt, három miniszterről, a kormány három miniszteréről fog kiderülni, hogy meleg és hogy meleg kapcsolatai vannak, illetve még egy miniszterelnök helyettesről is tudomásom szerint meglehetősen dehonestáló szituációban fog borzasztó kellemetlen anyag kikerülni. Persze ez csak, hogy mondjam, hogyha ilyen háttérhírek. Tehát ezt, én azt gondolom, hogy a Fidesznek ezt a gyűlölködő kampányát ezt meglehetősen el fogja hitelteleníteni az a várható információ tömeg, ami majd a leghomofóbabb fideszesek számára is egyértelművé teszi, hogy a Fidesz a legnagyobb meleg párt. A te részedről is ezek szerint akkor tematizálva lesz ez a dolog, tehát nem, számíthat, nem, nem? Én nem fogom tematizálni, de ettől függetlenül látom azt, hogy például az Ördögügyvédje az igyekszik, akit ugye nem lehet tudni, hogy kicsoda, de az Ördögügyvédje tematizálni fogja, ezzel úgy látom a közbeszédet, és ha a Fidesz tematizálja, azzal óhatatlan magára húzza majd az ellenzéki kritikákat is. Én azt gondolom, hogy csak a Fidesz dönti el, hogy ez választási téma lesz, vagy nem. Tudjuk, hogy amikor a diplomák felmerültek, és azért itt valószínűleg az első lövés az a Völner ügyben dörrült el, amikor kiderült, hogy Rogánnak, a kabineti iroda vezetőjének be se kellett menni az egyetemen ahhoz, hogy megkapja a vízsőjegyét, hogy ez szokás volt a Fideszben, tehát hogy teljesen kamu diplomákat kapnak emberek, mert hát nem is vizsgáztak. Erre gyorsan jött a Bangóné, akkor most előásták a Kósa Lajostól kezdve a nem tudom hány fideszesnek a hiányzó diploma ügyét. Én azt látom, hogy ha a meleg kérdésben lesz ilyen, akkor valószínűleg ott is elkezdenek egymásra lőni, mindkét oldalon majd szexuális botrányok lesznek, meg leleplezések meleg politikusokról. Nézzük a jó oldalát, egy idő után tényleg nem lesz ciki melegnek lenni, mert annyira sok emberről fog kiderülni, hogy az emberek el fogják fogadni, hogy közöttünk élnek a melegek, és ugyanilyen normális emberek egyébként, mint a többi. Említetted Bangónét. Nem lehet, hogy ez egy belső ellenzékváltás része? Nem, nem hiszem. Szerintem a Fidesz lőtt vissza a Völner ügy miatt. Hozzáteszem, a Bangóné ugye 10. helyen volt az MSZP saját lista helyén. Az MSZP-nek a mostani számítások szerint legfeljebb, ha 8 listás helyéről fognak bejutni képviselők. Tehát ő egyébként nem jutott, nem volt esélyes arra, hogy bejusson listán a parlamentben. Tehát most az, hogy őt valaki esetleg belülről megfúrta volna, azzal senki más nem fog parlament közeli helyet kapni. Tehát nem gondolom, hogy ez bárki belső embernek lett volna érdeke. Biztos, hogy a Völner botrányra, a rengeteg fideszes érdemtelenül kiosztott diplomára volt válasz. Te szoktad levinni vagy kivinni a szemetet otthon? Te nálunk ugye... Megmondom, miért kérdezem. Igen. Régen én vittem ki, amikor emeletes házban laktunk, vagy én is. De ugye mi most egy kertes házban lakunk, úgyhogy ez változó. Csak azért, mert hogy találtál-e már valaha propagandistát a kukában? Mert ugye vannak ilyen módszerek, hogy a szemétben turkálnak, de kérdezhetem volna azt is, hogy a Szabó Tima beszámolt arról, hogy őt megfigyelik, illetve követik. Volt-e ilyen mostanában, találkoztál-e most jelenleg nálam konkrétan ebben a kampányban? Igen. Tehát én nálam nem, de hogy követnek, abban biztos vagyok. Éppen a héten egyébként találkoztam és vacsoráztam, bocsánat, egy Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral, nagyon kellemesen beszélgettünk egy nyilvános helyen, egy étteremben, de őszintén szólva, ha nem követtek, akkor ott aztán alig volt vendég először is. Egy fényképet lehozott talán a Mandiner, vagy az Azonnal, én nem is tudom már, de tudni kell erről a helyről, hogy a fényképet egy olyan, tehát hogyha mondjuk egy ellenzéki újságíró lett volna, vagy egy ellenzéki szavazó, akkor az odajött volna, üdvözöl bennünket, csinál bennünk egy közös képet akár, ugye? Hát ez, én ezt szoktam meg, hogy ha Magyarországon megyek valahova, akkor azok, akik szimpatizánsok, azok odajönnek, közös fotót csinálnak, stb. Tehát semmi titok nincs ebbe. A fideszes propagandisták, én azt gondolom, hogy abszolút titkosszolgálati módszerekkel, azok viszont megfigyelnek bennünket. Itt is egy olyan helyről készült a kép, ahonnan én nekem észre kellett volna venni, hiszen én nagyjából szemben állok azon a képen. Mi is készítettünk egy képet egyébként. Tehát, hogy ebben mondom, semmi titok nem volt ebben a beszélgetésben, ki is tettük a közösségi oldalamra. De aki követett és megfigyelt bennünket, az úgy tudta elkészítette ezt a képet, hogy én észre se vettem, miközben elvileg velem szemben lévő helyről készült a kép. Ugyanígy velem szemben filmezett valaki egy ablakon keresztül akkor, amikor Vige Lászlóval egy étteremben ebédeltünk, és arról beszéltünk, hogy hogyan lopott a Fidesz még a rezsicsökkentésből is, és hogy Vige László hogyan támogatta 100 milliókkal a Fideszt korábban, csak úgy mellesleg.
tehát hogy ilyen dolgokat tanultam, hallottam meg tőle. Na most közben az ablakon keresztül készültek képek, és a már a TV2 riportára kint vágott egy olyan étteremben, ahol fél órával ezelőtt még én sem tudtam, hogy ott fogunk ebédelni, mert Biga László kezdeményezte, hogy menjünk el egy másik étterembe, amiről a helyszínen kiderült, hogy be volt zárva, és átmentünk ebbe az étterembe. Tehát ha én nem tudtam, lehet, hogy Biga László se tudta fél órával ezelőtt, ehhez képest minket ott lefilmeztek, várta a propaganda sajtó, akkor ez csak akkor lehetséges, hogyha bennünket megfigyelnek. Lehallgatnak, megfigyelnek, Pegazus botrányban a cigány önkormányzatot megfenyegette a fideszes Sztojka Attila, hogy őket megfigyelik és tudják, hogy kivel és hol beszélgetnek. Én azt látom, hogy folyamatos megfigyelés alatt vagyunk, titkosszolgálati módszereket vetnek be az ellenzéki ellen ebben az országban, és nem a terroristák ellen. Minden más országban ezt a Pegazus szoftvert a terroristák ellen használták, Magyarországon a terroristák szabadon grasszálnak, a Fidesz ad nekik letlepedési kötvényt is, itt az ellenzék ellen használták a kém szoftvert. Hogyha már propagandistáknál tartunk, nem tudom, hogy Jurák Katan neve, mondom, valami szoktál olvasni srácokat. Nem ismerném fel, ha az utcán látom, de a neveit tudom, hogy ő az egyik. Mert most ő írt egy olyat, hogy konkrétan azt írta, hogy te elmebeteg vagy. Nem tudom, hogy ezzel találkoztál-e. Ott nagyon sokszor mondtak már ilyet, igen. Ilyenkor mi az első reakciód? Tehát, semmi. Semmi? Nem akarsz azonnal perelni? Nem. Hát elnézést, hát ha én mindenért perelnék, amit rólam valótlan állítanak, őszintén szólva, egyébként ki is dobná a bíróság, és azt gondolom, hogy a bíróságnak ebben speciál igaza van. Tehát az, hogy a politikai ellenfelek egymást elmebetegnek nevezik, ez bele kell, hogy férjen egy demokratikus vita kereteibe. Persze, itt a Fidesz szokott csak ilyenekkel perelni, mi azt gondolom, hogy... Szerinted ez normális? Nem teljesen normális, de hozzáteszem, hogy ez csak a Fidesz járatja le. Tehát őszintén szólva, most ki az, aki, azért, mert Jurák Kata mondja, hogy elmebeteg vagyok, ki az, aki azt hiszi ettől, hogy ez igaz. Pont azt bizonyítják be minden nap, hogy hazudnak. Tegyük fel, hogy kétharmaddal nyer az ellenzék, és elszámoltatás beindul. Mészáros Lőrinc mi az, amit megtarthat, és mi az, amit nem? Különös tekintettel Várkonyi Andreára például őt is elvennek. Hát szerintem Várkonyi Andreát megtarthatná. Őszintén szólva nem tartunk igényt. Ezt köszönöm szépen a lőnyedében. A gyémán gyűrűje az már lehet egy politikai kérdés, tehát az egy nagy kérdés, hogy nem tudom 20 milliós vagy milyen gyűrűt kapott, tehát hogy azt milyen pénzből vette, ez már egy érdekesebb kérdés. Őszintén szólva azt, hogy ha nem, most én természetesen azon dolgozom, hogy kétharmaddal győzzön az ellenzék, de azt, hogy Mészáros Lőrinc megtarthat-e bármit abból, ami a nevén van, azt leginkább Orbán Viktor fogja eldönteni. Márki Zaj Péter, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.